Ellenszenves döntés. Széleskörű felháborodást váltott ki, hogy Tőkés Lászlótól visszavették állami kitüntetését. Hamis gyógyszerek az interneten. Csak minisztériumi engedéllyel árulhatnak ezután online a gyógyszertárak. Kerékpárral Kolozsváron. Újraindították az ingyenes bicikli kölcsönző programot. Köszöntöm Önöket a Híradóban! Széleskörű felháborodást váltott ki az erdélyi magyar és a magyarországi politikai körökben, hogy Klaus Johannis államelnök visszavonta a Tőkés Lászlótól a Románia csillaga kitüntetést, amelyet az 1989-es decemberi forradalomban játszott szerepéért kapott. Az elnöki gesztust elítélő hangok nem csak a Tőkés Lászlóhoz közel álló konzervatív jobboldal részéről érkeznek. Olyan jól ismert liberális gondolkodó, mint Tamás Gáspár Miklós is elfogadhatatlannak minősítette a lépést. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke Facebook bejegyzésében azt írja, Tőkés László az 1989-es forradalomban betöltött szerepéért kapott állami érdemrendet. Elfogadhatatlannak tartom, hogy bármilyen ürüggyel vissza lehet vonni tőle ezt az elismerést. A Híradónknak nyilatkozó politikai elemző szerint Tőkés sok kijelentése kiváltotta a románok, különösen a nacionalisták haragját. Az államfő döntése azonban meglepte. Voltak olyan nem szerencsés elszólásai, amelyeket mellőzhetett volna. Annak ellenére felháborítónak tartom ezt az elnöki lépést, amit nem vártam volna el, hogy őszinte legyek. Nem vártam volna el Johannis elnöktől, hogy túltegyen tulajdonképpen Traian Băsescu elnökön is. Szokoli Elek arra hívta fel a figyelmet, hogy Klaus Johannis gyorsan cselekedett Tőkés László esetében. Annak ellenére, hogy 11 elítélt személy van a kitüntetettek listáján, akiktől senkinek nem jut eszébe visszavonni a kitüntetést. Ez szerinte jelzi, hogy a lépésnek etnikai vonatkozása is van, ami az utóbbi időben megsokasodott magyar ellenes intézkedések sorozatába illeszkedik. Tőkés László ma Nagyváradon reagált kitüntetésének visszavonására. Azt mondta, idézem, öngolt lőtt Klaus Johannis és a Becsületbíróság, hiszen azt a demokratikus jogát kérdőjelezte meg magának Romániának, hogy van köze és joga megvédeni a határain kívül élő románokat. Gyakorlatilag már semmi nem akadályozhatja meg, hogy meghosszabbítsák Lauráko Drucá kövesi korrupció ellenes főügyész mandátumát. Rá Luca Pruno igazságügyi miniszter már korábban közölte, hogy újabb 4 évre kövesít jelöli a DNA élére, javaslata pedig a legfelsőbb bírói tanács asztalára került. Klaus Johannis csütörtöki sajtótájékoztatóján értésre adta, hogy Lauráko Drucá kövesi marad a DNA vezetője, márpedig a törvény szerint a korrupció ellenes ügyészség főügyészét az igazságügyi miniszter javaslatára az államfő nevezi ki. A javaslatot a legfelsőbb bírói tanács véleményezi ugyan, de ennek csak konzultatív jellege van. A kormány sem elégedett az ingatlan hiteleknek, az ingatlanok átadásával történő rendezésére vonatkozó törvény szenátusban elfogadott szövegével. A kabinet álláspontja szerint a képviselőháznak, amely a döntőház ebben az esetben, körültekintőbben kell eljárnia. A heti kormányülést követően a kormány szóvivője Dán Szúcsú számolt be a kialakult álláspontról. Elmondta, a különböző minisztériumokból érkező szakvéleményezések összesítése után a törvény szociális vetületének az erősítését várják a képviselőházban. Ez azért is lenne lényeges, mert az itt megszavazott törvény szövege véglegessé válik, az elnöknek már nem lesz módjában felülvizsgálatra visszaküldeni. Ez a törvény olyan része, amelyhez a kormány nagyon ragaszkodik. A szociális jelleg választ adhat számos olyan kihívásra, amelyre a törvény jelleg nem ad választ, vagy amely nehézséget okoz a törvény értelmezése és hatásai révén. Ehhez kapcsolódóan fogalmazódott meg az az elvárás is, hogy az elsőház programot vegyék ki a jogszabály hatája alól, hiszen ennek a programnak a keretében rendkívül alacsony azoknak a száma, akik nem fizetik határidőre a részleteket. A bankok egyesülete szerint a törvény nagyobb veszteséget okoz majd a társadalomnak, mint a pénzintézeteknek a hitelezés megtorpanása miatt.
Engedélyt kell kérniük a gyógyszertáraknak az egészségügyi minisztériumtól, amennyiben online is forgalmaznak készítményeket. Az intézkedés célja, hogy leszűkítse a hamisított gyógyszerek piacát. A statisztikák szerint az online vásárolt gyógyszerek közel fele hamisított készítmény, ezen változtatna az a törvény, amely arra kötelezi a gyógyszertárak tulajdonosait, hogy amennyiben online is forgalmaznának gyógyszereket, engedélyt kérjenek az egészségügyi minisztériumtól. Az intézkedés elméletben tökéletes, mondja a híradónk által megkérdezett egészségügyi menedzser. Jelenleg a legnagyobb probléma az, hogy a nem engedélyezett honlapokon áruba bocsátott gyógyszerek beszerzését nem lehet nyomon követni, nem tudjuk ki, hol, hogyan gyártotta, illetve azt sem, hogy ezt törvényesen tette-e vagy sem. Csak hogy a gyakorlatban komoly buktatók is vannak. Megnehezíti elsősorban a gyógyszertárak működését, nagyobb bürokráciával fognak küszködni, és gyakorlatilag a román weboldalakat fogja majd érinteni, de sajnos rengeteg olyan weboldal van, ami nem .ros, hanem .com.eu-s, és sajnos azokra a román törvény nem érvényes. Tehát ilyen weboldalakon keresztül továbbra is sajnos forgalmazni lehet ezeket a gyógyszereket. Amennyiben a gyógyszerek online forgalmazása engedély hiányában történik, a kirúgható pénzbírság akár 20 000 le is lehet. A törvény előírásai nem vonatkoznak az étrend kiegészítőkre, bár ezek online történő eladási aránya jóval magasabb, mint a gyógyszereké. 7 orvosi és gyógyszerészeti kutatócsoport munkáját támogatja a Marosvásárhelyi Studium Prospero Alapítvány és a Magyar Tudományos Akadémia. A támogatás célja, hogy segítsék a résztvevők akadémiai előmenetelét. Dr. Varga Erzsébet és Dr. Lackó Zöld Eszter, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem gyógyszerészeti karának adjunktusai, az egyik nyertes csapat tagjai. Ők antioxidáns kapacitású erdei gyümölcsök vizsgálatával foglalkoznak. Ez a pályázat, ez 10 000 euró a mi csapatunk részére. Most első lépésben összeérjük mindazokat a módszereket, amelyeket próbálunk gyakorlatban applikálni. Ehhez elsődleges lépésünk, tehát a módszernél összeírt reagensek, etalonoknak a beszerzése, cégekkel felvenni a kapcsolatokat, és körülbelül egy 3-4 hónapon belül remélhetőleg neki fogunk a kutatási munkának. A vizsgálatokhoz szükséges alapanyagok azonban nagyon drágák. Varga Erzsébet elmondása szerint már az első számítások szerint is minimum 7 000 eurót fognak ezekre költeni. A kutatómunkát a román állam nem támogatja. Nem bővelkedünk azért nagyon ezekbe a lehetőségekbe, még vannak magyarországi lehetőségeink nekünk, különböző ösztöndíjak. Ott az van, hogy magyarországi testvérintézmények, illetve társintézményekhez különböző ösztöndíjakkal lehet kimenni, és akkor ők adják szinte mindent, amire szükség van a kutatáshoz, és lényegében ezek az ösztöndíjak az ott tartózkodást fedezik. Dr. Vas Levente, a Stúdium Alapítvány kuratóriumi alelnöke híradónknak elmondta, a pályázati kiírás egyik feltétele az volt, hogy fiatal oktató, doktorandusz vagy egyetemi hallgató is legyen a csapatban, számukra is biztosítva a fejlődési lehetőséget. Pontosan azért, hogy a folyamatosságát ennek a kutatási munkának biztosítsuk, és ne csak az utolsó szakaszban lévő, mondjuk docensből, professzornak előrepályázó emberek juthassanak hozzá ezekhez a támogatásokhoz, hanem mélységében a teljes magyar oktatói gárda hozzáférjen, és mindenki számára tanulási lehetőséget, előrelépési lehetőséget és szakmai sikereket jelentsen. A beküldött pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia munkatársai bírálták el. Összesen 7 pályázatot díjaztak, közel 60 000 euró összegben, melyhez a Bethlen Gábor alap biztosította a finanszírozási keretet. Tipegőbe járhatnak a székelyudvarhelyi 2 és 3 éves gyerekek. A napközikben működő csoport azoknak a szülőknek, édesanyáknak hasznos, akik a gyermeknevelési időszak után munkába állnak. A kezdeményezéssel nem csak Székelyföldön, országos szinten is élen jár Székelyudvarhely. 2 és 3 éves gyerekek játszanak ebben a napköziben. A kicsikkel óvodai program szerint foglalkoznak. Novemberben 3 óvodában indulhatott el ez a tipegőcsoport, ami azt jelenti, hogy a 2-3 éves korosztályú gyerekek lényegében itt helyeződhetnek el, tehát a szülő lehetőséget kap, hogy gond nélkül mehessen vissza munkába, hiszen van ahová a gyerekét elvigye. A tipegőcsoportokat saját költségvetéséből működteti a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal. Egyelőre a Napsugár, az Eszterlánc és a Ficánka napköziben van tipegő, utóbbiból nem sokára kiköltözik a csoport. Az eredeti elképzelés az az, hogy a Csereháti lakónegyedben indul ez a csoport.
Most folynak különböző munkálatok, külső-belső munkálatok, hogy kialakítsunk egy megfelelő környezetet a 2-3 éves gyerekek számára. A tervek szerint fokozatosan mindennapköziben létrehoznak tipegőcsoportot, ahová egyébként folyamatos a beiratkozás. A kerékpározásra alkalmas időjárás megérkeztével újraindították az ingyenes bicikli kölcsönző programot Kolozsváron. A hétvége folyamán a városban működő 27 központot feltöltik kerékpárokkal, azonban további 23 kölcsönzőt, amelyek szintén a program részét képezik, még nem aktiváltak. Mától újra nyitottak az ingyenes bicikli kölcsönzők Kolozsváron, déli közel 10 standot töltöttek fel. A tél ideje alatt a bringákat műszakilag ellenőrizték, de a szünidő alatt a sofőrök is rászoktak arra, hogy a standokat parkolóként használják, így a mögöttem láthatót sem lehet teljes mértékben bicikli tárolásra használni. A megfelelő kártyával rendelkező kolozsváriak interneten ellenőrizhetik azokat a központokat, ahonnan már el lehet vinni a kék bicikliket. A kölcsönzéshez szükséges kártya beszerzése meglepően gyors folyamat. A személyi igazolvány fénymásolatának a leadása, egy forma nyomtatvány kitöltése, valamint egy szerződés aláírása után kézbe is kaptuk a kártyát. Ennek aktiválását követően egy érintés a megfelelő érzékelő felületen, és vihetjük is egy órára az ingyenesen használható kerékpárt. Ha a felhasználó meghaladja az egyórás felhasználási időt, a késés függvényében változik a büntetés is. A rendszert úgy gondoltuk ki, hogy minél több személynek hozzáférése lehessen a biciklikhez. Beindításkor úgy értékeltük, hogy egy óra elég ahhoz, hogy egyik pontból a másikba, két kölcsönző között eljuthasson bárki. Ezért, ha egy óránál többet használják a biciklit, úgy véljük, hogy más célra fordítják, mint a városon belüli közlekedés. A kerékpár kölcsönzésre évekig kellett várniuk a kolozsváriaknak. A vonatkozó uniós pályázatot ugyanis már 2011-ben elfogadták. Tavaly november közepén átadták közhasználatra a bringákat, decemberben viszont leállították a programot. Eddig valamivel több mint 1200-an igényelték a felhasználásra jogosító kártyát. Megújult turisztikai iroda és épülő öreg otthon. Nézzük a híradó további témáit. Fellendítenék a turizmust, megújult épülettel és szolgáltatásokkal üzemel Gyerdószent Miklós turisztikai irodája. Öreg otthon a Kökülő mentére, a telket az egyház adja, az épületre még pályázni kell. Bemutatták a felújított ideggyógyászatot Székelyudvarhelyen. Bár a műszerparkot most nem bővítették, a 360 ezer lejes felújításra nagy szükség volt. Múlt héten egyébként a felújított nőgyógyászati műtőt adták át a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban. Tavaly ősszel fogtak neki az ideggyógyászat tatarozásának, újra meszelték a falakat, újra burkolták a padlót, új nyilászárokat szereltek fel, átalakították a vizes blokkot, modernizálták a világítást és illemhelyeket újítottak fel. Ugyan a részleg műszerparkját nem bővítették, az elvégzett munkálatok szükségesek és időszerűek voltak, mondja a kórház főigazgatója. Körülbelül 12 éves múltja van ennek az ideggyógyászatnak, akkor itt ide dr. Perók Benedek, és aránylag és mondhatom, hogy igyekezett, és magas szintre emelte ezt a klinikai szakot. Én azt mondom, hogy a nem nagy méretű dolog, akkor is minden megvalósítás elengedhetetlen. A 33 ágyas kórházi osztályon jelenleg 3 szakorvos és 18 asszisztens tevékenykedik. A székelyudvarhelyi kórház felújítása folytatódik, jövő héten a transzfúziós központot és a klinikai laboratóriumot adják át. Átadták Gyergyószent Miklós megújult turisztikai irodáját. Az Európai Uniós támogatásból megvalósított korszerűsítés célja a székelyföldi kisváros turizmusának fellendítése. Több mint 110 ezer eurós támogatásból újította fel Gyergyószent Miklós önkormányzata a városi turisztikai irodát. Az ide elrendelt értéknek azon belüli hozadék, hogy az irodát sikerült feljavítanunk teljesen, tehát az, aki korábban járt be, az látta, hogy milyen állapotban, teljesen felszedve padló újra, beton alappal, mellékhelységek kiépítésével, illetve az effektív feljavítási munkálatok mellett lényeges eszközfejlesztésben is részesítettük az irodát.
Az egykori múzeépületének földszintjén mostantól nyitott ajtóval várják a látogatókat, az iroda munkanapokon 8 és 16 óra között tart nyitva, de a nyári turista idényre hétvégi nyitvatartást is terveznek. Az információs táblán számos információt feltüntettek a környéken található eseményekről, vendéglátóhelyekről és látnivalókról. Nem csak az idegenből érkezők, hanem a helybéliek számára is nyújt szolgáltatásokat az iroda, utazás tervezésben, de busz és repülőjegy foglalásban is szívesen segítenek bárkinek. Várostérképet, komplex turisztikai katalógus kaphatnak az egyéb információk mellett az ide beérkező turisták, és emellett szeretnénk természetesen a város lakóinak is, illetve a turisztikai szereplőknek is segítséget, illetve egy közös munkát, vagy annak a lehetőséget felajánlani. Az iroda három főállású munkatársa nem csak a betérők kiszolgálásával foglalkozik, hanem kapcsolatokat épít más idegenforgalommal foglalkozó szervezettel, és folyamatosan dolgozik a városban történő események népszerűsítésén is. Öreg otthont építenek a Kükülőmenti Magfalván. A területet a helyi református egyház ajánlotta fel, az intézmény is az ő tulajdonukban maradna. Ezt a falu szélén található területet ajánlotta fel a Magfalmi Református Egyház az idősek otthona megépítésére. A község területén közel 50 olyan beteg vagy idős ember él, akihez gondozó jár. Egy részüknek ugyanis nincs a közelben hozzátartozója. Ilyen eset pedig számos van a környéken. Elsősorban számukra épülne az otthon. Az látható, hogy a társadalom egyre inkább előregedik, és nagyon sok olyan ember, vagy sok olyan ember van, és még több fog lenni, akik várakoznak egy öreg otthonba való bejutásra, és itt a környéken, Messzeföldön nincsen ilyen intézmény, tehát minden bizonnyal a környék számára jól jönne egy ilyen intézmény. A látványtervek már el is készültek, így néz neki a többszintes épület. A kivitelezéshez pályázatot nyújtanak be. Elsősorban a Betlen Gábor alaptól várják a segítséget. Az intézmény megvalósulása nem csak az idősek, a fiatalok számára is előnyös lenne. A jelenlegi tervek szerint 100 személyre van tervezve, de ez még bővíthető. A tetőtérben konferenciatermek, gyűléstermek lennének kialakítva, az alaksorban lenne a kazánoknak, a központi fűtésnek a helye. Ez körülbelül egy olyan 10-15 munkahelyet jelentene a községben. Ezek azért lennének máskülönben még jók, hogy létrejöjjenek, hogy a fiataljaink, ha lehet, maradnának meg itthon. Az intézmény működtetésére egy alapítványt hoznának létre, de a földterület és az épület az egyházközség tulajdonában maradna. A község előjárói nem csak az idősekre gondolnak, az öreg otthonnal párhuzamosan egy óvoda és napközi tervei is elkészültek. Erdély nemesek és földbirtokosok váltak földönfutóvá egyetlen éjszaka alatt 67 évvel ezelőtt. Az 1949. március 2-án életbe lépett agrárreform törvény következtében kényszerlakhelyre szállították őket, javaikat pedig elkobozták, erre emlékeztek tegnap délután Marosvásárhelyen. Az emlékezés koszorúját helyezik el a marosvásárhelyi vártemplom udvarán lévő kopjafánál, amely az 1949-ben elhurcolt több mint 3500 földbirtokos és nemes emlékét őrzi. Bekopogtak éjjel 2-kor, és fél órát adtak, hogy éppen összeszedjék a legszükségesebbeket, felültették a teherautókra, és elvitték őket. Nagy része azzal megúszta, hogy csak hát bizonyos városokba összpontosítva úgynevezett domicilio obligatorio kényszer lakhelyre vitték. A javak a kommunizmus közprédájává váltak, sokan még ma is harcolnak a visszaszerzésükért. A Castellum Alapítvány megemlékezésén olyanok vettek részt, akik személyesen érintettek. 1949. március 2-áról 3-ára virradó éjszaka Báró Apor Csabát is kitelepítették. Hála Istennek elmúlt, és Isten segítségével oda jutottunk, ahol most pillanatnyilag vagyunk. Hát ennek van jó értelme is, van rossz értelme is. A múltról meg kell emlékezni, mert akinek nincsen múltja, annak nincs jövője. 1999 óta minden évben megemlékeznek a kitelepítettek és leszármazottaik a márciusi éjszakáról. Az esemény végén gyertyákat helyeztek el a kopjafa köré a megemlékezők.
Életmű kiállítással ünnepli Gál András képzőművész 80. születésnapját Csíkszered a polgármesteri hivatala. Március 5-én a festő több mint 100 alkotását állítják ki a Mikóvárban. Sajtótájékoztató keretében ismertették annak a csíkszeredai rendezvénynek a részleteit, amelyet Gál András 80. születésnapja alkalmából szervez a város polgármesteri hivatala. A jubileumi kiállítás mellett egy albumot is megjelentetnek. A kiadvány az életpálya interjú mellett a képzőművész munkáinak 80 reprodukcióját is tartalmazza. Antal Attila, Hargita megye központjának megbízott polgármestere a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a város így fejezi ki köszönetét Gál Andrásnak. Úgy gondoljuk, hogy a márciusban 80. évfordulát ünneplő művésznek egy méltó köszöntése ez Csíkszered a részéről, ahol igen sok évtizedet eltöltött, és nagyon sok barát, tanítványa, pályatársa van. A Mikóvárban a művész több mint 100 képét állítják ki. Ilyen nagyszabású tárlata még nem volt Gál Andrásnak. A kiállított munkákat sosem látta még együtt. Összeszedtem azokat a képeket, amik gyűjteményekben vannak, például Szárhegyen vagy Ditróban, akkor ami nálam volt a műteremben, vagy amit én tartok meg magamnak, azokból kerültek össze ezek a képek. A Gyergyó Ditrói születésű, jelenleg Pannonhalmán élő művész 40 éven keresztül volt rajztanár Csíkszeredában. Másfél ezer alkotása a világ számos országában, köz- és magángyűjteményekben található. Megverte a Medicina a Dinámót, sporttal folytatjuk a híradót. Nagyon jól helytáltak Románia képviselői az ausztriai Obertilliában zajló sitányfutó Európa-bajnokság hosszú távú versenyszámában is. Míg az indulók szinte negyede feladta a nehéz kihívásokat rejtő versenyt, a csíkszeredai VSK sportolói jó eredményt értek el. Szimeon Szucsó a 27. helyen végzett, Szép Zoltán pedig a 34. lett. Utóbbi az erőfeszítéstől kimerülten, de az eredménytől boldogan nyilatkozott az Erdélyi Magyar Televíziónak. Nagyon nehéz volt a verseny. Tehát nem csak azért mondom, mert hosszú távú verseny az ugye mindig nehéz, hanem mert nem igazán használhattuk a nagy nyomokat, hanem a rövid nyomokon, tehát a kis keskeny nyomokon kellett sízni nagyon sokat, és hát egy közel 30 kilométeres verseny az eléggé megviseli az embert, úgy fizikailag, mint mentálisan. Az olimpiai amatőrizmus utolsó védőbástyája is ledőlt azok után, hogy elfogadták, hogy a profi ökölvívást irányító világszervezetek is küldhessenek sportolókat az olimpiára. A profi boxolóknak a jövőben nemzeti és kontinentális versenyeken kell kvótát szerezniük. A román profi ökölvívás néhány nagy neve, közöttük Lucián Bute már is érdeklődést mutatott a riói játékok iránt. Fontos győzelmet aratott a marosvásárhelyi Medicina ESK a bukaresti Dinamo ellen a női röplabda A1 osztályban. A marosvásárhelyiek három játszmás sikere életben tartja a reményeket, hogy a csapat bejusson a legjobb négy közé a rájátszásban. Így ünnepelték a marosvásárhelyiek a három játszmás sikert a közvetlen rivális fővárosi csapat ellen. Az alapszakasz a végéhez közeledik, és a Medicinának egyetlen esélye a legjobb négy közé jutásra, hogy minden hátra maradó mérkőzését hasonló arányban nyerje. A negyedik hely azért fontos, mert a rájátszásban a dobogóért küzdhetnek, míg az ötödik helytől lefelé már csak helyezést játszhatnak a csapatok. Erre a pozícióra a Medicina mellett a Dinamo és a Báko pályázik. Három azonos szintű csapat küzdünk a negyedik helyért. Hogy ott lehessünk, minden mérkőzést 3-0-ra kell nyernünk. Ha ezt nem tesszük meg, nem érdemeljük meg, hogy ott legyünk a legjobb négy között. Megvan hozzá az erőnk, a potenciálunk, s ha minden rendben lesz, nem jönnek közbe egészségügyi problémák, mint Bákóban vagy Türgovistén, van esélyünk rá. Az optimizmust a feljavult játék is táplálja, különösen védekezésben, ahol Andrea Ispásznak van hatalmas szerepe. A csapat liberójaként néhány igen csak szép mentéssel járult hozzá csapata sikeréhez. Ez az én mesterségem, a feladatom, a védelemben kell helytálljak, és ez azt feltételezi, hogy a labdák után vessem magam. A Medicina szombaton Jászban lép pályára, egy héttel később Lugost fogadja, az utolsó fordulóban pedig Piatra Nyámcra látogat a kötelező három játszmás sikerek reményében. Ez volt a híradó, mutatjuk a szombati időjárás részleteit, viszontlátásra!
A hójelentést támogatta a Madarasi Hargita Síközpont, a Székely Síparadicsom.